Megőrült az ingatlan piac. Megérkeztek az új honfoglalók Floridába. Sziasztok! Sziasztok! Hát igen, hihetetlen, ami történt az ingatlan terén az elmúlt években is, de akár az elmúlt hónapban is. Csak egy hónap alatt 2,9%-ot mentek föl átlagba az ingatlan árak. Egy hónap, 30 napról beszélünk. Őrületes tömegek jönnek le északról, őrületes tömegek jönnek át Kaliforniából is, mert Kaliforniához képest még mindig olcsóbb, és ugyanazt kapja. Ugyanúgy tudja irányítani a tekes innen is a cégét, tehát átjön ide. És nagy pénzért tesz ki ingatlan, mert mint tudjátok, itt a javarésze az embereknek bérli az ingatlant. És aki megvásárol, az úgy felhajtja az egekbe az árat, miután az új építés ugye lassan megy, nincs alapanyag, ugyanúgy, mint otthon. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy átmegyünk a másik oldalra. Átjöttünk a másik oldalra, és megkívántuk. Na nem, ne az árpiból induljatok meg, induljatok most se ki, a profitot. A profitot kívántuk meg, tehát ingatlant próbálunk venni, keresünk ingatlant hitmányunkban, mert úgy néz ki, hogy sokkal, de sokkal többért ki lehetne adni azokat a házakat, amik itt vannak, mint a mi oldalunkat, és itt több profitot lehet realizálni. Szóval sziasztok, induljon a Miami ingatlan vadászat, én megyek előre. Dórának köszönhetően minden infóm megvan, úgyhogy itt nagyon okos tudok lenni a papírról. Na. Ez a Miami Beach szívében levő mediterrán villa 2.995.000 dollárért keresi új gazdáját. Eredetileg 1927-ben épült, 287 négyzetméteres, négy hálószobás, teljesen felújított épület. És amire nagyon büszke az eladó, hogy olyan szomszédai vannak, mint DJ Khaled vagy Cindy Crawford, szóval valakihez bekopogni, ha elfogyott a show. Ez tényleg helyes, ez a kis üldögélő? Oké. Régen a garázs volt, de nagyon jól megcsinálták szerintem. Ez itt megint egy ilyen nappali rész. Volt, igen. A nappali fogadó részévé tették. Igen. Az a jó benne, hogy ez teljesen egy ilyen elkülöníthető kis rész. Tehát itt is van egy hálószoba fürdőszobával. Igen. Tehát a kiadás szempontjából szerintem nem rossz, mert igen, akár két családnak is ki tudod adni. Igen. Igen. Úgyhogy hát ez nagyon, ugye 3 millió dollár. Nagyon szépen meg van csinálva. Hát itt azt kell számolni, hogy lehet belőle kihozni, de gyakorlatilag... Ennek is van egy kis fürdőszobája. Az, hogy meg van csinálva, az egy előny. Az egy bizonyos előny. Szempontból előny. Ugye mindenütt okos a ház. Mm. Nézd meg ezt a kis helyes fürdőszobát. Igen. Nem tudom, mit szólsz ehhez. Tehát ugye ez teljesen elkülöníthető kvázi ez a rész. Igen. Viszont vigyázz, mert a WC visszabeszél, tehát ilyen okos WC van mindenhol. Látom. Ez visszabeszél. Ne nyúlkálj hozzá, mert elprogramozott. Amit viszont nem ér, most már itt is látom, hogy nézzétek meg, hogy minden arany. Tehát itt is aranycsap van. Tehát ez az új trend, hogy minden aranyszínű arany, a fürdőszobákban. És akkor ez itt az étkező. Ez jó, az, ez jó, nagyon helyes, igen, az a kis üldögélő. Igen. Tehát hozzád. Na, és egy kicsi víz jön ide be, valahol itt megáll a víz. Ja, és akkor itt a konyha. Ó, Istenem, hát mi, nem emlékeztet valamire? Hát a... Ugyanilyen család van nekünk a Peregrinbe, és olyan gyorsan tönkrement, tehát azt azért tudjuk, hogy ez nem a legjobb fajta. Sub-Zero hűtő van és fagyasztó, az jó, és itt is megint mindenütt az arany van. Nem tudom, hogy a kiadás szempontjából a fehér az mennyire barátságos. Jó nagyon mosogató tál, az például nekem tetszik, vagy szeretem. És itt van egy ilyen laundry room, ahol gyakorlatilag... Hát ott látszik, hogy milyen volt, hogy mennyire ez egy ilyen vakolt fal volt. Hát ez a régi állapot, igen, a felújítás előtti állapot. Ez mondjuk okos, ez a borhűtő abból a szempontból, hogy de van rajta kulcs, ez nagyon tetszik. Ja. Tehát most képzeld el, amikor kiadod a házat, de be tudlak téged oda zárni. Tehát kiadod a házat, és itt le van lakatolva. Szia, édesem! Viszlát! Az érett bornak kell a jó nyugodtan kis hűtő. Hát ugye itt nem, ez nem hűtött, nem tehát hűtött, nincs hűtő, de ez könnyen hűtötti lehet tenni. Be kell nyomni. Éj!
el is törtük már. Nem törtük el, csak ezért ez nem könnyű bezárni. Itt visszajutunk a nappaliba, de ugye. De itt is föl lehet menni? Itt lehet fölmenni az emeletre, de itt még is... akkor jöjjünk ide a nappaliba. Tehát gyakorlatilag a lépcső át lehet menni, aztán vissza lehet menni, és akkor itt van a így nappali. Így van, tehát körbejárható, körbejárható. Tehát a nappalit innél nagyon is. Szép ez a fa mennyezet, és... Újnak látszik. Gyönyörű szép. Hát nem csak át van kenve. Tehát ez régi, ez 1920-as évekből maradt. Gondolod? Abszolút. Tehát ugye van egy kandalló, és akkor itt tudunk fölmenni az emeletre, hogy azt is megnézzük, ugye ott vannak a további hálószobák. Igen, tulajdonképpen ez a fogadószoba. Igen, tehát az ott egy ilyen közös helység, és akkor itt tudsz körbejárni, és itt tudsz fölmenni. Nem tudom, mennyire kiadásbarát a sok fehér fal, meg minden. Hát most jó, most az trendi. Hát tudom, hogy trendi, hát de szerintem egy, nagyon koszolódik. Egy vendégszoba gyakorlatilag, de úgy tévé. Szépen merendez, valószínűleg ez egy gyereké lehet. Tehát egy ez nagyon helyes, egy kis vendégszoba, itt van egy kis fürdőszobája. Itt van egy kis fürdőszobája. Itt zúg a klíma, mint az ez állat. Ezek lesznek, ez gépészet. Igen. Hagyjuk. Gépészet van itt. Igen. Itt van a gépészet, az a hangos is. Itt is itt az okos szisztéma. Igen. És akkor itt. Ez egy másik, szoba. Hálószoba, amit hát most gymnek használnak. Rendezve, de ez egy másik szoba. Igen. Lehet egy másik vendégszoba. Igen. És akkor itt van a master bedroom. Tehát a főhálószoba. Főhálószoba. Tetője állapotát lehet ellenőrizni folyamatosan. Mindenki itt van egy tusoló része. Hát egy helyes kis fürdőszobája. És itt is újabb lépcső, egy kicsit sok az ilyen eltolt szint. A szint, igen. Igen. És itt egy gardrób, még egy gardrób hozzá. Így van, egy his and her. Tehát egy külön férfi és külön női gardrób. Ez a férfi, ahol megkutattuk. Nagyon aranyos a ház. A master fürdőszoba az olyan kicsit olyan... Igen, csak ezért bárki hasra eshet. Nekem ezekkel az eltolt szintekkel mindig az a nagy bajom, hogy én is itt totyogva jövök. Ez egy kicsit olyan szerény. Nem, azt szerintem... Nyílik. Zárulj be nyugodtan. Ja, de, szóval igazából én ettől félnék egy ilyennél, ez a sok eltolt szint, hogy valaki hasra esik. Hát, úgyhogy... akkor föl kell. Ja. De hát, hogyha meg te adod ki, akkor neked kell fizetni. Igen, tehát azért erre figyelni kell. Hát, ha csak nem. Ja. Igen. Szóval nem rossz a ház. Nem rossz. Van benne potenciál szerintem. Pár törött cserép is van a házban. Szerintem, hát itt van a medence. Itt ki tudsz látni a kis ablakon. És itt a konyhából tudsz kimenni. És egy ilyen pici medence rész van, viszont teljesen elszaparált. Most itt azért már nagyon hallatszik, hogy bent vagyunk a városba. Igen. És belül zajos. Belül érdekes módon ezek a szimpla üvegek. Szimpla de üveg ez van az ablakban. Ez valami spéci üveg, azt mondta a fiatalember. Hurrikán biztos, minden biztos. Itt azért hallatszik a város. Hát tudnotok kell az, hogy bent vagyunk. Teljesen bent vagyunk a Miami Beach szívében. Tehát az helye. A lokációja az nagyon jó, mert minden nagyon közel van. Ja. Tehát a Art Deco rész közel van a kongresszusi centrum, amit el tudsz képzelni, minden itt van egy kupaszban. A beach közel van. Nagyon, és nagyon van kellemes. Egy kis medence, ami megint szintén azt gondolom, hogy jó, ott a kis üldögelő része. Ez a ház mondjuk... egyébként, ugye azt mondták, hogy 1928-ban épült, valahogy itt a hátsó frontjár egyáltalán nem látszik ez a durván majdnem 100 év. A fazonját, tehát nekem nem hozta a feelinget. Igen. Ami nekem hiányzik innen, de mondjuk itt meg lehet csinálni, hiszen ez egy kamufű, tehát műfű van itt mindenütt, valószínűleg nem maradt meg a fű a sok árnyék miatt. Biztos. Tehát ide még azért nagyon kellene itt a grillhez egy ilyen kis kiülési lehetőség, valami olyan hely, ahol le lehet ülni, enni. Hát kint is lehessen. Igen, de akkor már annak kell egy árnyékoló, tehát itt azért ehhez még kellene egy-két dolgot hozzátenni, hogy tényleg ilyen nagyon kiadóbarát legyen. Mai napi valóság, Miami az új New York. Ez eddig is így volt? Nem, ez a pandémia alatt kezdődött, 2020 körülbelül májusában ugrottak meg az árak ennyire, azért, mert rájöttek a New Yorkiak, hogy nem annyira jó a lockdownt a 47-en tölteni, a gyereknek nincs szabadtér, nem lehet lemenni az utcára, nincsen office, nem tudsz bemenni, nincs egy hely, ahol dolgozol, egész évben nyár van, itt nincs, de te ezt jól tudod. Másrészt a New Yorkiaknak és a kaliforniaiaknak ez egy befektetési paradicsom nekik, az ő fizetésükhöz, az ő rentáraikhoz, az ő áraikhoz képest. Miami olcsó.
Igen, hát az van, hogy mi a vidékiek, mi azt látjuk a másik oldalon, a szaraszottaiak, hogy kurva, baromi drága ez van nekünk, kvázi, és hatalmas ár, ő nekik meg olcsó, és ezért jönnek. De miért nem jönnek akkor arra az oldalra? Mert nagyváros, nem? Nagyváros, itt van az élet. Effektíven Miami az úgymond kulturálisan is rengeteget fejlődött most. Igen. Tehát azért itt van januárban, december végén az Art Basel. Itt van a Miami Arts Center, itt a Adrian Arts Center, sorry, itt van a Miami Frost Museum. Rengeteg olyan program, és egyre több dolog lesz. Itt van a Miami Design District, ahová a legdrágább olasz divattervezők is idehozzák a cégeiket, igen, nem véletlenül. Tehát én azt látom, hogy ez az oldal a középkorok és a fiatalok. A fiatalok. Tehát a fiatalabb, tehát 20-30-40 évesek, azok töltik fel, és azoknál van mostanában a pénz. A nagy pénz. Persze, hát most rengeteg kaliforniai költözik le ide, akik tulajdonképpen így a számítástechnikai világából hirtelen meggazdagodtak, és itt vásárolnak 3-5-6-7 millió dolláros házakat. Tehát a rentárakra visszatérve 37%-kal növekedtek a rentárak Miami-ban az elmúlt körülbelül 12 hónapban. 37%? És nincs rendkontroll. Az nagyon sok. Beszéljünk a számokról. Beszéljünk a számokról. Mennyi lehet kiadni egy háromszobás családi házat itt, mondjuk ezen a környéken? Mondjuk itt az Alton Roadon megnéztük ezt a házat korábban. 3000 square foot volt, körülbelül 3000 négyzetláb. Igen. 4 szoba, 3 fürdőszoba, 20 000 dollárért akarja visszabérelni a vásárlótól, a tulajtól a jelenlegi tulaj. Tehát körülbelül 20 000 dollár. Mondjuk ez egy felújított, nagyon szép ház volt, de kevésbé felújított, nem karbantartott házak, 12-15 ezer dollár, 10 ezer. Ugye ez azért nagyságrendileg változik. Nekem egyszerű paraszt eszemmel ez egy picit felfoghatatlanak ezek az árak, főleg a szaraszottai árakhoz, vagy még mondjuk a magyarországi árakhoz, amit ugye jobban ismertek, azokhoz képest különösen. Ennek itt nincs ez minden. Megállíthatatlan? Ez nem fog megállni a közeljövőben. Ez nem fog tehát megállni. A Miami árak, akár az ingatlan árakba, akár a rentárakba, tehát a bérlési árakba elérhetik a kaliforniai árat? A kaliforniai New Yorki árakat, abszolút. És még egyszer, nincs rendkontroll. Az lesz a csúcs. Hogyha nem avatkozik be a kormányzó, úgy, mint ahogy New Yorkban volt ugye a rendkontroll, akkor nem, és úgy gondolom, hogy nem fog. Ezzel együtt egy organikus társadalom csere is lesz. Tehát lesz. Akik ezt nem tudják finanszírozni, azok felköltöznek majd Texasba és más államokba. Akik viszont tényleg, akiknél van a nagy hozzák pénz, a pénzt. Ők fognak pénzt, ide. Igen. Tehát itt egy úgymond egy organikus népvándorlás fog beindulni. Igen, de azt látom, meg már be is indult. Miami amúgy is sok fiatal van, tehát sokkal több, mint a mi oldalunk az átlag életkor az egy 70 körül van. Ez itt van. Meg azért 30-40 között lehet. Nem is beszélve arról, hogy például ez egy nagyon fontos információ, rengeteg sok új munkahely lesz most itt, hatalmas cégek, mint például az Amazon is, ide Miami-ba lehozza, és ez lesz az ő legnagyobb raktára egész Amerikában, itt Miami-ban. Ez 27 ezer új munkahely. Igen. Tehát, hogy ilyen kaliberű cégek és rengeteg számítástechnikai cég jön ide Miami-ba. Igen, az előző ingatlanán is hallottuk, hogy az egyik tech cég tulajdonosa tett ajánlatot arra, amit mi néztünk meg, hogy idegesítő is volt, mert lehet, hogy vastagabb, mint mi. És 30 alatti 27 vagy 28 éves, igen, fiatalember. Itt vagyunk most ismét egy cím előtt. Miami Beach-e. Mondja a tündő, hogy nem tudna itt élni, hát persze, hogy nem, mert halljátok ezt az ajt, ezt az utcazajt, amit megy ez a rengeteg autó, és itt van a ház, de viszont a kiadás szempontjával, tehát akik kibírlik akár egy hétre, akár egy hónapra, akár hat hónapra, azoknak ez kevésbé zavaró, mert egy másik szempont az, hogy nagyon közel van a downtown, közel van a beach, közel van az Art Deco negyed itt Miami-ben. Jó, tehát az iskola negyed, úgyhogy ez hatoljunk be. We're here. Okay. So the house was built in the 1920s. Alig vártuk, hogy megnézhessük ezt az ingatlant, mivel helyi viszonylatban gyanúsan alacsony áron, egy dollár hiány 2 millió dollárért eladó. 357 négyzetméteres, 6 szoba, 6 fürdővel és különálló vendégházzal rendelkezik. Aha, itt van egy ilyen kis galékicsön, tehát ugye innen tud a személyzetbe vinni bármit. She actually needs a door open. She doesn't even like turning on the air. She's really earthy, old school.
ablakokat szerintem cserélik el. Hát az nagyon az látszik, hogy itt minden tényleg ilyen sztorik. Felértünk az emeletre, azért erre nagyon-nagyon sokat kell költeni. Itt is eredeti a ahogy mondta a bácsi. Van egy bája, de most pont ez, most nézd, bejövünk egy olyan kicsi szobába. ez nagyon aranyos egyébként. Tehát van egy bája, de olyan dohosszak van, hogy az ihaj. Mert lemegyek és eljátszok a Romeo és Julia jelenetet. Most már tudom, miért van nyitva az összes ajtó meg ablak. Hát persze, olyan sok a penész és a dohebbe a házba. Szellőző. De hát ez óriási projekt lenne. Ez egyébként klíma sincs. Ez az első szoba, ez zseniálisan szép. Tehát ebből nagyon szép teret lehet csinálni. Lehetne csinálni. Tehát ebből csodás teret lehet csinálni, így ez az hát egész. Lehetne, de hát nem lehet csak ezt megcsinálni, az egész házat meg kell csinálni. Ja, tudom. Nézzük meg a vendégházat. Ja. De jó kis spanyol pad. Szerintem ez az a felújítás lenne, amiben beleőrülnénk. Uff, de hogy milyen koszos minden, jaj, ezt inkább nem is. Most akartam mondani, hogy még azon túl, hogy nem nyúltak hozzá, hogy nagyon koszos is az itt. Igen, de az a baj, az jelzi azt is, hogy milyen a tulajdonos, mennyire volt gondos gazda. Van néni, aki itt lakik, és ja. Valószínű. Nem tudom, itt meg olyan helyen, hogy oda lenne. Nézzétek itt. Aha, igen, itt van egy. Hát akkor az... This is now office or something. This is her main office. This is where she runs her business out of. But this really is the first floor of the two bedroom unit that they built here. Mm. Körülbelül úgy érzem magam, mintha nagymama padlására mennék föl. Nem olyan az érzés? De, olyan. És hogyha visszamentünk volna az időbe, tehát a 20-as években, 30-as években, amikor ez tényleg készült, hát ugye valószínűleg ehhez nagyon régóta nem nyúltak hozzá. Ez... Egyértelmű, a szagok alapján még régebb volt. So this was built as a two bedroom, but again, the time it was built, the rooms were small. Yeah, this is very small. So this one I really think would really benefit being a loft. Yeah. Opening it up completely. But it also has a full bathroom. Aha, azt mondja, hogy van egy teljes hűtőszoba, de ez is nagyon pici. It also Yeah. Szerintem ennek a háznak a normál, 2 milliót kérnek érte, normális ára maximum 800 ezer dollár és 1 millió között lenne, és akkor telekárba meg lehet venni, és ledózerolni a házat, lebontani, építeni ide egy szép újat, meg kell nézni, hogy mennyiért, akkor vagy körülbelül 2,5-nél, 3-nál egy új házra jut, és akkor már... És a történelmi szagot meg elzárjuk palackba. Szagot? Hát ezt le kell bontani, dózer. De nem azért mondom, hogy maradjon valami a történelemből. Bezárjuk palackba. Tényleg sajnos nagyon büdös, kár érte. Nézzük át a technikai részét. Többek éreztétek azt, hogy külföldi állampolgár hogy tud venni ingatlant Miami-ba vagy akár Floridában. Hát nagyon egyszerűen, csak pénzkérdés. Csak pénzkérdés. Annak, hogy te külföldi állampolgár vagy, semmilyen jelentősége nincs, ugyanúgy tudod a saját nevedre iratni. Itt rengeteg külföldi állampolgárnak, különböző életiségi külföldi állampolgárnak van ingatlana. Hát vagy magánszemélyként, vagy céget alapít az ember. Kell, hogy nyiss egy bankszámlát, elintézik neked az adószámodat, minden, és már csak fizetni kell. Hát igen, minden ingatlannál van egy úgynevezett bevizsgálás, azt is fizetned kell neked, mert kötelező bevizsgálás van, tehát megvizsgáltatod, meg kell vizsgáltatni valaki az ingatlant, hogy megfelelő különböző szempontok alapján, de utána hát a szerződést azt mondja, hogy ügyvéddel kell megiratnod, vagy legalábbis célszerű megiratnod, és akkor gyakorlatilag nem különbözik ebből a szempontból másként. Viszont annyiba különbözik a magyar ingatlan rendszertől, hogy itt minden nyilvános, bármit meg tudsz nézni. Annak az ingatlannak, amit megvásárolni gondolsz, annak a teljes történetét meg tudod nézni, mikor kié volt, mikor mennyiért vette, mikor mennyit fent fel az árat, mikor mit költött rá, és mikor mennyi volt az adója. Mennyi adót fizetett korábban, mennyire prognosztizálja a piac azt, hogy menni fog fel vagy le az ár, és mennyiért lehet kiadni. Tehát nincs igazán zsákba macska. Zsákba macska nincs. Itt mindent nagyjából látsz az internetről, és meg tudsz nézni. Azt se felejtsük el, hogy az a hátrányod megvan, hogy még az amerikainak van lehetőség arra, hogy kevesebb ingatlanadót fizessen, neked nincs. Ingatlanadót, biztosítást fizetned kell, vagy elveszik a házad külföldiként is. A kiadás után ugyanúgy adózol, mint a helyiek. Kiadni külföldiként, hát azt a saját tapasztalataink tudjuk elmesélni. Könnyebb is, meg nem is.
szerintem nagyjából ugyanaz. Nagyjából ugyanaz, de az előbb még a bukásról annyit, hogy nagyon kicsivel el lehet bukni egy ingatlant. Volt olyan ingatlan, amit néztünk, ahol egész egyszerűen nem fizetik be az 1500 dolláros közös költséget, amint annak a maintenance-nek, a telepnek fizetik el, és már azért is elbukta. Szóval nagyon oda kell figyelni, és semmiképp ne adjátok ki a biztosítást, hogyha mondjuk kiadási ingatlanba gondolkodtok, mert itt, ha valami történik a bérlővel, azt a végén rajtad is le lehet verni. A következő ingatlanra be lehetett állni. Ez az 1935-ös spanyol Art Deco ház 1.995.000 dollárba kerül, két utcára az óceánparttól. Ez valószínűleg eredeti. Hát maga a luk eredeti, de már ilyen hurrikánbiztosabb ablaküveg van benne. De akkor is ez nagyon tetszik. Nagyon helyes, tehát igen. Itt például természetesen ez műfű. Igen. Műfű. Tehát ez van. Itt be lehet kukkolni. Ja, ez nagyon helyes. Igen. Szépen nyitott. De maga a ház nagyon, igen, nagyon kis cukros, nagyon kis édes. Viszont modern. Nem magasra rakunknak való. Nem. Nagyon meg kell nézni, hogy hova lépnek. Igen. Hoppá! Itt most ráléptem egy kavicsra. Elég kis árdekós, bár még... Igen, de egy kicsit olyan spanyol árdekó az egész. Tehát valószínűleg egyébként ez egy ugyan hasonló spanyol ház volt, mint az, csak felújították és átfestették. Ha azt felújítod és átfested, annak is ezt a feelinget... De ezt el tudom képzelni. Tehát ez egy nagyon hangulatos maga az épület. Valószínűleg. A ház teljesen felújított, 220 négyzetméteres, három szobával és négy fürdővel rendelkezik. Viszont nehezíti a bérbeadást, hogy nincs medencéje. Nincs ugye hely, hogy a ruhákat eltegye valaki, tehát de nem igen, tudom, hogy ide nem nagyon fél egy gardrób el. Nincs gardrób. Tehát az egy negatívum, hogy egy gardrób nem fél el. Ja, mondjuk a kandalló az nekem nagyon tetszik. Kandalló aranyos, szerintem igen. Nagyon kandalló, helyes, látszik, hogy a régi. Eredet és át van, ezek kő lehet, ja. Kő, és átfestették fehérre. Ja. Igazániból láthatóan nagyon modernre van megcsinálva ez a ház, de mondjuk hálószobában nem volt ugye gardrób, és itt sem látom, hogy olyan jól lehetne pakolni. Tehát, hogyha kiadja az ember, akkor egy picit talán túl rideg az de egész. A bőrönből öltözzenek, és a értem. Bőrönből pakoljanak. Ja. Ez itt kár ezért a helységért, mert úgy igazán semmire nem használható, amit itt beüvegeztek, ugye ezt a kis porcsot. Ezt a régi teraszt. Ezt hozzá. Ilyen hát a tévé. Hát mondjuk na, arra jó, igen. Aha. Tehát, hogy valaki... Ilyen, igen, mondjuk van két külön álló igen. Élettér. Tehát ez a tévészoba mondjuk, és akkor az pedig ott a... Szivar, likör. Ja. Maga az a nagy üveg, az nagyon ötletes, nagyon az helyes. Nagyon jól néz ki. Ennek meg olyan marokkói belítése van ennek a formának. Ennek az? Igen. Igen, érdekes. Nagyon minimál. Picit, igen. Ja, jó. Igen. Hát az valamivel le van kenve. Le van kenve, ilyen vastag olajfestékkel. Fém festék. Kicsi extravagáns része az egésznek. Tehát ettől lehet, hogy valaki rosszul lenne. Nekem tetszik. Nekem is. Ja. Nekem is. Nekem még üveg nélkül nagyon is tetszik. Pici. Még le se választottam volna. Ja. És benne a hálószoba úgy, ahogy van. Tehát nem kell üveg, mert az üveg az csak korlátoz. Ja. Tehát... Ja. Will be the last. Disco. Ez nagyon helyes, és ez, hogy külön van egy kis házikó, ez nagyon jó, de azért ebbe az árba beleférhetne egy medence. Egy medence, igen, de hát azt meg lehet ide csinálni. Érdekes tapasztalatokat szereztük, az biztos, nekünk ezt mi meg kell rágni. Azt el kell, hogy mondjuk, hogy ezeket az ingatlanokat, amiket láttatok itt most, ezeket volt, amit egy órán belül, volt, amit egy napon belül, de már el is kelt. Volt, amire a kikiáltási állat, tehát amit két az ingatlan rálicitáltak. Tehát ennyire őrült az ingatlan piac most, annyira őrült, hogy egész egyszerűen nincs elég eladó ingatlan a piacon. Olyan meg pláne nem, ami elérhető áru, és valószínűleg hosszú távon ez lesz a legnagyobb baj, hogy valahol a kétkezű munkásnak, a kertésznek is, és nem csak a befektetőknek tudnia kell Miamiban is élni. Vajon ennek az ingatlan kraknak, hogy úgy mondjam, hol lehet a vége? Mi egyelőre nem látjuk, de az ingatlanosok szerint még messze nem vagyunk a csúcson. Így van, viszont lehet ennek rossz vége, és lehet ennek kidurralt úgy is, hogy egész egyszerűen kidurranik az ingatlan piac, és utána már
nem lesz vevő, nem lesz befektető, mert annyira fölmegy, olyan magas árakba fölmegy, hogy durrani kellene jött. Tehát ez sem lehetetlen. Ha ehhez bedolgozik egy esetlegesen gazdasági válság, akkor ott egészen komolyan megállhat ez durranással. Mert ugye nagyon jól néz ki most a statisztika, hogy felfelé megy, de mi, amióta itt vagyunk, már kétszer végigéltük azt, hogy felért nagyon magasra, majd visszazuhant az ár. Tehát az ingatlan csak kizárólag hosszú távú befektetésként működik. Nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy otthon is ennyire érezhető ez a begyűrűzés? Mert mi úgy látjuk innen, hogy igen. Kicsit tehát ti más. Mit láttok? Mert otthon sincs építőanyag, és az új ház ára megy fölfelé. Itt is az új házak ára nagyon megy fölfelé, sőt nem csak építőanyag, hanem építő munkás sincsen, aki megcsinálja a munkásokat. Mindenkinek problémái vannak a melóssal, tehát nincs elég. De azért hál' Isten itt elég sok mexikói, elég sok betelepülő van, akiket azért tudnak dolgoztatni, mert már más nem hajlandó dolgozni. Úgyhogy azért szintén egy speciális helyzet. De kíváncsi vagyok én is, hogy mit gondoltok, hogy írjátok meg, hogy az otthoni viszonyt hogy látjátok, és hogy mennyiben változott az otthoni viszony az ingatlanok területén. Továbbá azt is írjátok meg, hogy ha nem számítana a pénz nektek a három ingatlan közül, melyik tetszett volna a legjobban? Vagy elcsábulsz attól, hogy esetleg DJ Khalid lesz a szomszédod, vagy praktikusságra mész? Igen, erre én is nagyon kíváncsi lennék. Remélem, hogy... Te Claudia Schiffert szeretnéd szomszédnek, tudom, pici? Pláne, hogyha átjáratok, de szerintem már... Átjárni a sóért meg cukorért mi? Szerintem az előbb említett hölgy az már kicsit... Az jó, akkor jó, akkor jó. Na jó, ez volt a mai kis ingatlan vadászatunk Miami-ban. Remélem, hogy tetszett, remélem, hogy sok okos dolgot tudtunk nektek mutatni. Találkozunk legközelebb, addig is kezeket a paplan fölé. Sziasztok! Sziasztok! Lájkoljatok, kommenteljetek ma is!